Juhá! Jó reggelt, kukurikú! Most csak leellenőrzöm, hogy tényleg megy, mert néha az internet olyan vicces tud lenni velem. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek, aki itt van. Ma van a meditálj velem 3/2. Hogyha nem voltál tegnap, akkor azt érdemes megnézni, mert ott nagyon sokat beszéltem. Ma nem tervezem, hogy annyit beszélek, de majd meglátjuk a végén, hogy hány perc lett. Én már meg is gyűjtöttem egy jó kis Baliról hozott füstölőt. Szia, jó reggel, Sanyi! Meg ez az, amit tegnap elfelejtettem megmutatni, hogy ilyen párna. Én például ilyen párnán ülök. Most hát, mint a kuporgó kutya, most úgy ülök inkább egy ilyen sztempadon, de amit tegnap megmutattam, viszont ilyen párnán is lehet ülni, meg van ilyen pad, hogyha, na, szóval, hogy van ilyen pad, amire fel tudsz ülni, és akkor úgy a térdet, tehát úgymond itt térdelni, úgyhogy többféle verziója van annak, hogy hogyan tudsz kényelmesen meditálni, csak ne fekve, ha csak nem az az instrukció. Jó? Nem tudom, mi történt. Szóval, szerintem lassan kezdjünk is neki. Ma is egy ilyen kis befelé figyelést fogunk csak csinálni, mint amit tegnap, hogy a légzésünket figyeljük, az elménket figyeljük, az érzéseinket figyeljük, és kicsit lelazítjuk a testünket. Úgyhogy ehhez megint szerintem az ómot fogom betenni, mert ez nagyon-nagyon jó, és közben tisztító, és az úgy mindenkinek tök szuper. És nyugodtan szóljatok hozzá, kérdezzetek, hogyha valami nem világos, meg nagyon örülök annak is, hogyha megosztjátok, hogy éreztétek magatokat, hogy sikerül, meg hogyha tényleg így minden nap csináljátok, és azért szeretnék most nem annyit beszélni, hogy legyen egy olyan felvételetek, amikor nem kell beletekergetni. Jó? Úgyhogy mondraom, és helyezkedjétek el szépen kényelmesen. Elmélkedő pozíciónak hívják ezt a törökülést, vagy én például most ugye olyan magasan ülök, mintha egy padon ülnék, és akkor úgy engedem le a térdem, mert most a gerincemnek nekem ez a kényelmes, de hogy ugye egyenesen ülsz, picit zárod a lapockádat, picit kiemel a mellkas, tartod a fejedet, és elkezded behunni a szemedet, és elkezded ugye figyelni a légzésedet. Bármilyen ilyen párnán ülhetsz, ami picit megemli a medencédet, hogy ne essen össze a hátad, és ne az legyen, hogy így bebillen nagyon magad alá a medencé, hanem picit így meg tud tartani ezt az egyenesülést, akkor így nyújtózol fölfele a fejtetőddel, szépen csak hunyd le a szemed, érkezz meg ide a jelen pillanatba, és kezdj el fókuszálni a légzésedre, hogy az orrodon beszívod a levegőt, és az orrodon kifújod a levegőt. Orrodon beszívod. Jaj, bocsássatok, majd gyertek vissza egy pillanatra, mert hogy tegnap már a meditáció közben jutott eszembe, hogy szerettem volna nektek elmondani, hogy nekem evidens, de nyilván mivel nem mondtam el, ez nem evidens mindenki másnak. Hogy én például, amikor így ellazítom, így megyünk testrésztről testrésztre, és ellazítom, akkor én körülbelül úgy látom, de nem kell neked is így látnod, ez csak egy nézőpont, hogy én például úgy látom, ez még a vipasszanából maradt meg nálam, hogy így, mintha így szkennelném a testem, és akkor érzem, ide figyelek, érzem, hogy itt kb. Így elernyed, tényleg így kb. Így esik le az arcom, és figyeld meg, hogy ellazítod és lazítod egyre jobban a tested, a légzésed, hogy még jobban így csúszik le az arcod, és engedd is, hogy így kb. Így lecsúszson. Na szóval, hogy kb. Így én így szkennelem mindig a testrészeket, így figyelem, hogy lazítom. Pont itt a karomnál jutott eszembe, hogy ezt nem mondtam el. Meg hogy még mi az, ami miatt nagyon jó, hogy gyakoroltok. Tegnap, egy tök friss élmény, tegnap gyakorlatilag elvesztettem a lakáskulcsomat, és csöveztem itt az utcán, meg a fitnessteremben. Hála jó Istennek, hogy tudtam csövezni a fitnessteremben, mert hogy jó idő van. De hogy így
gondolkoztam, és rájöttem, hogy én tök éber voltam, csak egy jó példa ez, hogy gyakorolsz mindig meditálni, akkor egyre éberebb lesz a tudatod, és az éber tudattal például biztos, hogy nem fordul az elő, hogy Úristen, hol hagytam a lakáskulcsom, hol hagytam a kocsi kulcsom, ja, és kiderül, hogy betetted a hűtőbe, meg ilyenek. Most így gondolkoztam, mert egy na, de jó, itt pont én itt tartom nektek ezt a meditációt, és pont így valahogy nem voltam éber, vagy nem tudom, és az emberbe elindul rögtön ez az ön ostorozás, meg hogy vagyok így hiteles, meg ilyen sztori. Aztán utána rájöttem, hogy ezt így jobb, ha elengedem, mert hogy ez is csak egy, nem tudom, egy percnyi állapot, és utána tök más történik, meg tök más, hogy érzem, meg felesleges ostoroznod magad, meg ostoroznom magam most, egy 10 perccel, 20 perccel, egy órával ezelőtti döntésemért, vagy állapotomért, és hogy minden változékony, ahogy látjátok, nekem is van, hogy nem vagyok tudatos, és aztán eljöttem, hogy valójában én tökéletesen emlékszem, hogy hol láttam utoljára a kulcsomat, valószínűleg a fitness teremből valaki véletlenül felvette sajátjával együtt, vagy összekeverte és elvitte, hogy kíváncsi leszek, hogy honnan fog előkerülni amúgy, és nagyon nagy szerencsém van, hogy van a barátnőmnél egy kulcs, mert így be tudtam jutni, és végtelen hála, hogy ilyen barátaim vannak. No de, szkennelés, és mire jó még, hogyha meditálunk, azon kívül, hogy tényleg nem fordul veled elő az, hogy hova is tettem, hanem így egyszerűen tudatodnál vagy, és éberebb vagy, és jobban emlékszel, és benne vagy abban, amit csinálsz, nem az van, hogy hat másik dolgon gondolkozol, és nem is vetted észre, hogy már megebédeltél, és úgy kell visszagondolni, hogy egyetlen ebédeltem? Biztos, hogy van mindenkivel előfordulni, hogy most azt megcsináltam? Vagy nem? Vagy mi? Na, azon kívül még például, amikor így ellazítjuk a homlokunkat, nézzétek meg, egy csomószor így, tehát ahogy feszülünk, meg gondolkodunk, meg stresszelünk, így feszül az egész arcunk, meg minden. És ha így elkezdesz meditációt gyakorolni, akkor tökre felfrissül a bőröd, felfrissül az egész tested, mert amikor ellazítod így, ellazítod magadat, ellazulnak a gondolataid is, akkor még jobban majd észre fogod venni, ha gyakorolod. Most azt érzékeled, hogy azt mondom, hogy lazítsd el a homlokodat, akkor el van lazítva. De mondjuk, mit tudom én, 10-15 nap múlva, egy hónap múlva, ha ugyanerre az állapotra visszagondolsz, akkor akkor még mennyire feszült a homlokom. Mert hogy szépen, ahogy így gyakorolod, tényleg el tudnak majd ernyedni a homlokizmok, meg az arcizmok, és ahogy meditálsz, közben felfrissül a vérkeringésed, és tökre tudnak úgymond fiatalodni, meg lazulni, ugye pihenni ezek az izmok, és fiatalodik a bőröd is. Ez most fiúk, nektek is jó hír szerintem, nem csak a lányoknak. Na, úgyhogy köszönöm szépen, ennyi a kis beszúrás, a kis sztori, és gyertek vissza kérlek, és akkor most tényleg elkezdjük. Fun fact, igen. Gyere, hunyd be a szemed. Kezd el így leengedni a válladat, a nyakadból. Kezd el finoman mélyíteni a légzésedet, és csak az orrodon beszívod a levegőt, és az orrodon kifújod. Kezd el a figyelmedet a légzésedre irányítani, és megfigyelni, hogy milyen ez a légzés. Csak így figyeled, hogy meleg, viszketős, bizsergős, hangyászós, belül szúr, és csak engeded, hogy olyan legyen, amilyen. Nem próbálod megváltoztatni, nem próbálod irányítani, elfolytani, blokkolni, hanem csak egy
egyszerűen a magát, a természetességét engeded és figyeled. És ugye bármikor tényleg elkalandozna a gondolkodásod, és csapongana össze-vissza, hogy mi minden mást kellene csinálni most, ami hasznosabb, akkor egyszerűen tudatosítsd, hogy most itt vagy, és a légzésedet figyeled, és engedj, hogy ez a gondolat a terhével együtt így tovább menjen. Ne ítéld meg, ne várjál tőle semmit, egyszerűen csak így engedd, hogy amikor úgy érzi, akkor tovább megy, de te figyeld a légzésedet. A meditáció sajnos az elején az elmének nagyon kényelmetlen, mert az elme szeret zsizsegni, szereti a figyelmedet ide-oda rángatni, ami izgalmas, ami színes, ami új, ami varázslatos, ami ízlik, és a csend az unalmas neki. Ezért szeretne rávenni téged, hogy ilyenkor korszakalkotó dolgokat véssél le, gyorsan ezt meg azt még azért csináld meg, aztán majd gyakorolsz, majd később, majd délután, majd holnap elkezded, és végén azt veszed észre, hogy sosem jön el ez a majd, mert mindig van fontosabb. Ezért egyszer csak itt is alkalmazva ezt az 5-4-3-2-1, leülsz és csinálod. És ha már benne vagy, egy idő után már el fog csitulni az elméd. És csak figyeled a légzésed. Figyeled, ahogy keletkezik. Figyeled az útját. És figyeled, ahogy elmúlik. És figyeled az útját. Kezd el finomítani csak a légzésedet. Mélyíteni és finomítani. És ezzel a finomodással együtt észreveszed majd azt, hogy szépen még jobban lelazul a vállad a nyakadból, természetességgel. Lazul az egész tested. Bármikor elkalandozol a légzés figyelésről, csak tudatosítsd, hogy légzés, 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 és hozd vissza a figyelmed. Figyeld meg a test érzeteket a légzés közben, ahogy az orrod alatti szád fölötti területhez ér a levegő, ahogy beáramlik az orrjukakon, ahogy esetleg a kis szőrpihéket érinti. Figyeld meg magát, az útját a levegőnek, hogy hol erősebb, hol gyengébb, hideg vagy meleg,
mindenféle elvárás nélkül, hogy a következő is ugyanilyen legyen, vagy miért nem ilyen. Egyszerűen csak engeded, hogy történjen a maga szabadságában és természetességében. Vidd át a figyelmedet a gondolataidra. Hol tartasz a gondolkodásban? Mi minden jár a fejedben? És ezeket is, mint az ilyen elvonuló felhőket, csak így figyeled, hogy jön, megy, jön, megy, jön, megy. Ha van olyan, ami nagyon magával ragad, akkor amikor észrevetted, hogy én már a fagyinál tartok, meg a gofrinál, akkor hozd vissza a figyelmed, a légzésedre, és tudatosítsd, hogy én most a légzésemet és a gondolataimat figyelem. Vidd tovább a figyelmedet benned a zajló érzelmekre és érzésekre, és ezeket is figyeld meg. Mi kavarog benned, mi az, ami ismétli esetleg önmagát, milyen érzések foglalkoztatnak, és ezeket is csak mint egy ilyen szemlélő, a megfigyelő figyeld. Ott egy érzés. Akkor tud rajtunk uralkodni, ha mi átadjuk magunkat, úgymond az érzésnek, talán a magyar nyelv így is használja, hogy átadjuk magunkat, tehát odaadod magadat és az irányítást magad felett az érzésnek, hogy akkor ő irányítson. Most magadnál tartod a figyelmedet, és csak figyeled, hogy itt vannak érzések, amik történnek egymás után, de ami állandó, az mindig a változás az egészben. Hogy jön, aztán elmegy. Egyik pillanatban nagyon dühös vagy, aztán a következő pillanatban meg már eltűnt, vagy bűntudatod van, vagy örülsz, és hogy így váltakoznak ezek az érzések benned. És ezekre legyél éber, hogy pontosan mi is történik. Csak figyeld. Vidd a figyelmed a fejtetődre, és kezd el ellazítani az egész hajas fejtetődet. Egészen hátul és a tarkódig.
Újjad a levegőt, és engeded egyre mélyebbre és mélyebbre magad. És lazítod a homlokodat, engedd, hogy elernyedjen, elpuhuljon, lazítod a szemhéjakat. Engedd, hogy így szinte elnehezedjen. Lazítod az arcodat. A füleket. Az egész állkapcsodat. És engedd, hogy szétnyíljon a szád. És eltávolodjon a két fogsor egymástól. Ezzel még jobban ellazul az egész tested. Ellazítod az orrod alatti, szád fölötti területet is. És még jobban az állkapcsodat. Azért, hogy szétnyílik a szád, ez ugye az emberi lény, mi nem csak a ragadozók vagyunk, hanem zsákmányállatok is, és azzal, hogy ellazítod az állkapcsod és a szád, azzal azt üzened a testednek, hogy biztonságban vagy, és hogy nem kell állandóan kontrollálni, résen lenni, és állandóan megfeszülten figyelni. Orrodon szívod a levegőt, szádon pedig fújod. Orrodon szívod, szádon pedig kifújod. És visszaviszed a légzésedet arra, hogy az orrodon belélegzel, és az orrodon kilélegzel. Ellazítod a nyakadat, a mellkasodat, a mellei területét. Egyre jobban csak finomodik a légzésed, puhul, lassul, és csak szívod a levegőt, és fújod, és még jobban lazul az egész arcod, az állkapcsod, mellkasod. Ellazítod a hasfaladat, hasi területet. Ellazítod a nemi szervek tájékát. A csípő. Majd ellazítod a vállaidat. Ellazítod a lapockád területét. Az egész gerinc vonalát. Az alsó háti szakaszodat. Bármire vagy figyelmes, csak figyeld. Ott egy fájdalom, ott egy görcs, ott egy jó érzés, de ne add át magad neki. Ha bármikor azon kapod rajta magad, hogy átad
teljesen normális. Egyszerűen, amikor észreveszed, hogy átadtad magad, akkor lépj vissza a szerepléstől a megfigyelésbe. Lassítod a jobb felkarodat, a könyöködet, az alkarodat, a csuklódat, a kézfejedet, és az ujjakat. Kézfejedet és az ujjakat. Csak mész egyre mélyebbre és mélyebbre, és egyre jobban finomodik a légzésed. Szinte már alig észrevehető, hogy lélegzel, annyira puha, annyira lassú és békés. Lazítod a jobb csípődet, a combodat egészen a tért kalácsig, a térdedet, a lábszáradat a bokáig. Egészen a bokádig, a bokádat, a lábfejedet, lábujjaidat, és végül a talpadat. Lélegezd át egész tested, és csak finoman emelkedik, és elengeded. Beszívod a levegőt, és fújod. Ilyenkor tud a test öngyógyítást végezni. Ilyenkor tud regenerálódni, felfrissülni, fiatalodni.
mennyivel békésebbek az érzéseid, mennyivel könnyedebb a tested. Tudatosan mélyíteni a légzésedet. Kezd el tudatosítani magad, hogy itt vagy a szobában, ahonnan elindultál. Kezd el picit átmozgatni a lábujjaidat, mozgatni a kézujjakat, picit átmozgatni a válladat, visszahozni a figyelmedet a testedbe. Majd összezárod a szív előtt a kezeket, meghajtod a fejed, és felajánljuk az érdemeinket, amit a gyakorlás által összegyűjtöttünk, minden más érző lény számára is. Szabaduljanak meg a szenvedéstől, találják meg az éberséget, a boldogságot és a békét. Tedd bele az arcodat a két tenyeredbe, és kezd el kinyitogatni a szemedet, így a tenyeredbe, és amikor úgy érzed, hogy készen állsz, akkor húzd szét az ujjakat, és hozd vissza a figyelmedet ide, a jelenbe. Köszönöm szépen nektek a gyakorlást, csináljátok, gyakoroljatok, ezért akartam most ezt a 3 napot, hogy legyen lehetőségetek, legyen nézőpontotok, úgymond. De azt is hozzá szerettem volna tenni, hogy amit mondok, hogy most bizsereg, meg ez, meg az, nem kell, hogy te azt érezd. Engedd, hogy a tested azt érezze, ami neki jön. Jó? Ezek csak nézőpontok, amiket én mondok, hogy én mit éreztem. Pont a tíz napos elvonuláson azért nem szabad egymással beszélni, csak a tanítóval, hogy ne befolyásolja azt, hogy valaki már egy nap után érez valami bizsergés, meg hangyászós ilyen, mint a hangyák futkorásznának, meg a keze körül megszűnne, úgymond a test határa. Valakinek egyáltalán nem jön ilyen érzés, és hogy az elme nagyon szeret hasonlítgatni, úristen, akkor én béna vagyok, én biztos rosszul csinálom, meg izé, és így feladod. És közben ez nem igaz, csak nem biztos, hogy neked ez a valóságod, mint a másiknak. Nem tudjuk, hogy neki mik az elő életei, nem tudjuk, hogy neki majd hol fog esetleg elakadni. Szóval, hogy ne hasonlítgass magad, és ne az legyen, hogy amit én mondok, azt kell érezned, ha nem, akkor béna vagy, hanem engedd, hogy érezze a tested, amit érzem, és azt figyeld, ami jön neked. Oké? Ha bármi kérdésetek van, vagy megosztani valótok, azt nagyon szépen megköszönöm, ha megteszitek, mert nekem is sokat jelent az, hogyha
kapok tőletek visszacsatolást, hogy, ezt éreztem, azt éreztem, vagy úgy gyakorolok, és akkor fú, ez tök jó volt, vagy ilyesmi, bármit, tényleg szívesen. Úgyis az, arra törekszem, hogy ebbe a közösségbe egy ilyen szégyenmentes övezet legyen, ahol mindenki megmer tényleg nyilvánulni, vállalni, tudja a sebezhetőségét és önmagát. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, valamit meg akartam mondani. Ja igen, azt akartam mondani, hogy van egy fiam, ezt már aki volt nálam akadályokon át fejben és az életben ilyen webináron, az már tudja, mert neki már sokszor mondtam, hogy van egy fiam, fönt van a YouTube-on, Ülök és meditálok, ez a címe, és magyar alámondással van, azt hiszem, fönt van, igen. Doing Vipassana, ez a címe angolul. És ez egy indiai börtönről szól, ahol bevezették a Vipassana meditációt. És azt mutatja be, hogy minden változik egy emberben, még egy rabban is, akiről azt gondolná és elítélné az ember, hogy na, egy gyilkos, mennyi minden változik, és hogy tud változni emberek hozzáállása és béke szintje. Én ezt szeretettel ajánlom, 45 perc, tehát nem én órákon át tart, de szerintem nagyon-nagyon jó. Úgyhogy csodálatos napot nektek, szépségeim mindenkinek. Nagyon sok szép dolog és szerencse történjen veletek ma. És csodás teremtések történjenek veletek ma. És holnap találkozunk. Puszi. Sziasztok.